Hát ennyit az oktatásról, most egy másfajta előadás következik, és pedig a Képes Gábortól, akiről ilyesmiket lehet tudni, és ő tulajdonképpen azt fogja körbejárni, hogy a mesterséges intelligenciában, amit ő, mint ahogy például hallhattuk, Feredi Péter, Jábor András előadásában aktívan művelt is, egy ilyen krónikási szerepet is eljátszott, tehát egy csomó dolgot ő rajta keresztül ismert meg a világ. Köszönöm szépen, hát kedves kollégák, zavarban vagyok, hogy ilyen körben adhatok elő, és köszönöm szépen a Bálintnak a lehetőséget. Én csak 15-20 éve ismertem meg az Edittet, akkor még Műszaki Múzeumi és mellette a Neumann társaságos pályám révén, de azért, hogyha megengeditek, akkor ha már mesterséges intelligencia, és azt lehet úgy rövidíteni, hogy mi, akkor mégis én is valamilyen személyes diával kezdeném azzal, hogy mi és Edit, tehát hogy mi a viszonyulásunk Sántáné Tóth Edithez. Egyrészt én mindig úgy gondoltam rá, és ez valószínűleg most már a hátralévő életemben így is lesz, hogy ő egyfajta őrangyal szerepet töltött be a Neumann társaságban. Hát sokan sokféleképpen beszéltek már arról a munkáról, amit a informatika történeti adattárban végzett a személyek rovatnak a vezetésével. Erről még lesz is szó a konferencia vagy az emlékezés folyamán. Rám ez nagyon mély benyomást gyakorolt, mert egyrészt láttam, hogy mennyire profi könyvtártudós ő, mondhatjuk azt is, hogy mennyire profi bölcsész, pedig nem ez volt a alapvégzettsége, de néha nem a végzettségek számítanak, hanem a precíz hozzáállás, a habitus, és benne ez a dokumentáló, krónikás képesség, ez nagyon mélyen benne volt, de mellett egy pszichológus is volt, aki utánkövette azoknak a személyeknek a pályáját, akikkel egyre bővülő, nagyon nagy kapcsolatrendszerrel kapcsolatba került. És a legjobb időpontokban tudott megjelenni azokkal a kéréseivel, hogy update-eljük azt a személyek adatlapot. Tehát egyrészt nagyon tudott örülni a sikereinknek, másrészt meg nagyon tudta, hogy mikor kell valakire ráírni, és megkérdezni, hogy mondd, mi van veled, olyan rég nem hallottunk rólad. Én ezekért a pontokért is nagyon hálás vagyok utólag az Editnek. A másik, amit kiírtam, és igen hosszan írtam ki, és Bálintot megnyugtatom, hogy nem fogom ezt a nagyon sok gondolatot felolvasni a diáról, az az, hogy szeretném a figyelmetekbe ajánlani, és főleg a egyetemi oktatók figyelmébe ajánlani Editet, mint példaképet, ami azért lenne egy jó folyamat, mert a hallgatók elé lehetne az ő pályáját egy pozitív példaként állítani. Itt jelesül a női példaképről van szó. Ugye számos európai szintű kutatás igazolja, hogy sajnos relatíve kevés informatikus nő van, ennek gazdasági és erkölcsi negatívumai is vannak. Tehát ez egyszerűen nem jó, hogy így van. Hát erre itt egy példa számunkra, Sántáné Tóth Edit, aki gyakorlatilag a magyar informatika kezdeteitől fogva részt vett a magyar informatika alakításában, és egy minden szempontból integratív személyiség volt. Ráadásul egy olyan tudományterületnek az alkotója, a mesterséges intelligenciának, amit ti, akik itt vagytok a teremben, tudjátok, hogy több évtizedes múltja van, de akik nincsenek itt a teremben, hanem az egyetemi előadásaitokon ülnek, vagy a YouTube előtt, vagy ki tudja hol, ők lehet, hogy azt hiszik, hogy ez egy nagyon új terület, éppen csak most van megszületőben. Erre itt egy nagyon jó példa arra, hogy ennek a területnek van múltja, volt egy nagy krónikása, aki saját személyében is egy igazi példakép. Hát igen, a magyar informatikának és azon belül a mesterséges intelligencia kutatásnak nagyon gazdag tárháza van, nagyon gazdag múltja van. Erről több előadás szólt, hogy ő ezen belül milyen részterületekkel foglalkozott, többek között ugye a szakértőrendszerekkel, prologgal,
és így tovább. Erről számos dokumentum lehető föl az informatika történeti adattárunkban, egyebek mellett akár figyelmetekbe ajánlhatom a Kömlődi Ferencnek a mesterséges intelligenciáról és határterületeiről készült interjú kötetét is, amelyben természetesen szintén szerepel az Edith. Ha a forrásokat nézzük, mert valaki mondjuk az MI történetéről szeretne egy szakdolgozatot írni, akkor az ITF oldal mellett most már egy ilyen interaktívabb felület is rendelkezésre áll. Ez a Mesterséges Intelligencia múltja Magyarországon című összeállítás, a Bálint alkotása, amit egyébként Sántáné Tóth Edit emlékének ajánlott. És ami számomra egy különös büszkeség, mert én is részt vettem a folyamatban, hogy ennek egy ilyen applikáció vagy QR kóddal hozzáférhető változata az Álmok Álmodói című nagyon monstre és reprezentatív kiállításon is szerepel a Millenárison, tehát reményeim szerint azok a diákcsoportok, akik oda ellátogatnak, ezekkel az életművekkel is találkozhatnak. Mivel ígértem, hogy rövid leszek, ezért ebből a MI idővonalból tényleg csak szemezgetni szeretnék néhány példát, de hát azt hiszem, hogy megkerülhetetlen magának a Neumann Társaságnak és azon belül a mesterséges intelligencia szakosztálynak a szerepe. Hát még egyszer mondom, akik itt a körünkben vannak, a szakértői rendszerek, a prolog és egyebek révén tudják, hogy ez egy milyen szervesen fejlődő évtizedek óta létező tudományterület a mesterséges intelligencia. Viszont ha az ELTE IK-n egy hallgatóval beszélgetni kezdek, akkor lehet, hogy még a hallgatót is meglepi, hogy ezt a szakosztályt 1976-ban alapították. Tehát tényleg hatalmas előzmények vannak a terület mögött. Rengeteg nemzetközi kapcsolatba illeszkedik ez a szakosztály, és hát ezeknek a kapcsolatoknak egy nagyon fontos katalizátora volt az Edith, aki 25 éven át vezetőségi tag volt, titkári minőségében 1979-től 6 éven át szervezte az SKI, a Számalk és a Neumann Társaság programozás elméleti és gyakorlati kérdései című szeminárium sorozatát, és hát itt írom is, nem olvasom föl az egész diát, hogy ennek a hetente tartott szemináriumnak a hallgatói létszáma átlagosan 70-100 fő volt, és hát ez is egy nagyon komoly tanítványi meg kapcsolati kört eredményezett a számára. De hát itt a krónikásról beszélünk, ha az ilyen jellegű forrás dokumentumokat nézzük, akkor erre egy korai példa a Hazai Prolog Alkalmazások Helyzete című összeállítás 1979-ből, SKI-nak a kiadványa. Nem sorolom el, érdemes rákattintanotok, nyilván ez a diasor is elérhető lesz, és megnéznetek magát a forrásmunkát. Számomra az volt nagyon érdekes, hogy már akkor több mint 40 évvel ezelőtt, meg az én születésem előtt egy évvel ez a terület ez megjelent a gyógyszerkutatásokban, az információ visszakereső rendszerekben, építészeti alkalmazásokban, szoftver alkalmazásokban, hogy ezen belül milyen szerzők révén, milyen konkrét alkalmazások révén jelent meg, az pedig az Editnek a tényleg bámulatos precizitása és alapossága annak köszönhető, hogy ez a forrásdokumentum ez máig fönnmaradt. Vámosi tanár úr említette már, és én szerintem egy abszolút emblematikus pillanata a magyar mesterséges intelligencia kutatásnak, a 1996. augusztusában Magyarországon, Budapesten rendezett nagy nemzetközi mesterséges intelligencia konferencia, vagy európai mesterséges intelligencia konferencia. Erre az Edith összeállítása az tényleg könyvtártudománya javából. Ő összeállított egy magyar mesterséges intelligencia bibliográfiát és egy hozzátartozó 9 dossziéből álló reprint gyűjteményt, amelyet egyébként akkor is a Neumann Társaság standjánál állítottak ki,
és most is a Neumann Társaság Báthori utcai székházában őrizzük ezt a, hát már ránézésre is enciklopedikus méretű művet, amit egyébként a Edith kimondott kérésére 2018-ban a társaság fél évszázados kiállításán be is mutattunk. Tehát megerősítettem, hogy ő maga is büszke volt erre az alkotására. De hát nem is véletlen, ebben 1988 és 96 közötti időszakból 190 szerző 400 dolgozatát állította össze. Tényleg nagyon impozáns, hogy akkor Magyarországon milyen kutatások zajlottak, és ezt kiegészítette egy mesterséges intelligenciával kapcsolatos címlistával, helyzetképpel. Ez tényleg egy elképesztő gyűjtemény az OMIK és a Neumann Társaság kooperációjában. És a dolgot folytatta is, a 96-os összeállítását 2006-ban korszerűsítette egy bőséges irodalom jegyzékkel ellátva. Ebben az összefoglalásban megtaláljuk a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szervezeteket, folyóiratokat, találkozókat, tulajdonképpen a 76 és 96 közötti időszaknak egy teljes palettáját, ami azt hiszem, hogy az utókornak lesz megint csak nagyon fontos, tehát azoknak, akiknek majd az Edithhez hasonló alapossággal az lesz a feladatuk, hogy megírják az Emmy történetét Magyarországon. És hát nekem itt van egy időmérőm, 10 perc, 51 másodperce beszélek, úgyhogy teljes egy perccel túlléptem a nekem szabott időt, de még egy utolsó dián van. Ennek a diának pedig az a címe, hogy fiatalítsunk, mert ezzel lehetne az Edith által és a szerkesztőség által elkezdetteket a legjobban szolgálni, én azt gondolom. Tehát nagyon kérlek benneteket, hogy akár a most aktuális kutatásaitok kapcsán felmerülő nevekkel is bővítsétek az adatbázist, és segítsetek megtalálni azokat a kollégákat, akik segíthetnek nekünk. Hát az Edithet pótolni egyébként nem lehet, meg az itt elmondott személyes tulajdonságai miatt is azt az űrt, azt azt hiszem, hogy hiába való, vagy lehetetlen lenne pótolni, amit az ő tényleg számunkra nagyon megdöbbentő és hirtelen halála okoz, mert a halála előtt egy-két nappal még ITF-es ügyekben leveleztünk vele, de azért mégis próbáljuk meg valamilyen módon a munkáját folytatni. A fiatalítás az azt is jelentheti, hogy mostani egyetemistákkal, mostani frissen végzettekkel, mert zárójelben mondom, hogy én már a középnemzedék vagyok, de az is lehet egy fiatalítás, hogyha a mostani friss nyugdíjasokat segítetek megkeresni, akik lehet, hogy egy korszakkal később kezdték, mint az Edith, de már az ő munkájuknak is van történeti lábnyoma. Köszönöm szépen a figyelmet!